Ünnepi különkiadással készülnek a Móricz Zsigmond Színház művészei karácsonykor, amely jól megszokott online térbe invitálják most is a színház kedvelő közönséget. A karácsonyi különkiadásban már nem csak énekkel készülnek a színészek. Jenei Judit egy különleges, saját hanganyaggal készül az ünnepekre, illetve egy karácsonyi történetet is megoszt a nézőkkel. Szinte hagyománnyá vált nálunk karácsony során, hogy szenteste édesanyám mindig csilingel egy kis haranggal. Ez jelzi azt, hogy bemehetünk a szobába, mert tulajdonképpen nála szoktuk tölteni a karácsonyt. Bemehetünk a szobába, megérkezett a Jézuska, ilyenkor el szoktuk énekelni a csendesét, aztán meggyújtunk egy csillagszórót, és aztán átnyújtjuk egymásnak az ajándékokat. István István családjában nincsenek tipikus női, illetve férfi szerepek. A karácsonyfa állítás viszont az ő feladata, de saját bevallása szerint a sütésből és a főzésből is kiveszi a részét. Általában az embernek, vagy mondjam úgy, hogy a szerencsésebb embereknek, mert nem mindenkinek adatik ez meg sajnos. Nyilván a karácsony melege, a család, a szeretet, és gyerekként persze az ajándékoknak a fontossága és az a hihetetlen izgalom, amivel az ember várta a karácsony estét. Pregicer Fruzsina számára a karácsony a legfontosabb ünnep az évben. Amikor az ember pici gyerek, akkor nagyon várja a karácsonyt, és a szüleim mindent elkövettek, hogy ragyogó legyen, csillagszórós, és nekem az is volt. És ahogy aztán növünk fel, korosodunk, ér minket ez az, elmennek a szüleink, akkor én azért várom a karácsonyt, hogy lássam az én gyerekem örömét, lássam más gyerekek örömét, és hogy maradéktanul próbáljak emlékezni arra, hogy mit adtak a szüleim. A Móricz Zsigmond Színház online zenei vetélkedője az ünnepek után már a középdöntővel jelentkezik.